Farsangi Mámor című novellájából az ifjabb Nagy Gyula által átírt Farsangi Legenda című filmszkecs került színre. A filmfelvételek Szolnokon készültek. Tóth Babi és ifjabb Nagy Gyula voltak a főszereplők. Következő tudósításból többet is megtudunk. Írója Rusznák Sándor, aki a Szépségverseny egyik rendezője volt. Fényes külsőségben zajlott le a Stefánia Szövetség idei bája. Ez már a következő évi bál. A film témája Dióhéjban. Egy virágárus leányka végső elkeseredésében kimegy a Tisza partjára, és ott elalszik egy padon. Álmában megjelenik egy herceg, és elviszi egy gyönyörű mulatóba. A sketch színpadi részében a mulatóban vagyunk, ahol a kis virágárus leány félénken nézi a táncoló párokat. A virágárus leányra felébred, és most a valóságban jelenik meg előtte az álombéli herceg, aki elviszi őt egy jó helyre, hová az anya és csecsemék művédő intézetbe, ahol gondtalanul fog élni. Az arcokon mosoly és könyv. Utána ifjú Nagy Gyula elmondja Toronyi Béla verses epilógiát és finita la comedia. A film két főszereplője, Tóth Babika és ifjabb Nagy Gyula derekasan megállták helyüket, szépek és ügyesek voltak. Legnagyobb dicséretük legyen az, hogy ha mi volnánk az amerikai Fox vagy Paramount filmgyár igazgatói, hollywoodi szerződéssel kedveskednénk a két új sztárnak. Hát az nem biztos, hogy elfogadták volna az ajánlatot Hollywoodban, de nekünk érdekes lenne, ugyanis az előző évben készült el az a szolnoki Tisza Park, ahol ezt a filmet forgatták. Még 1928-ban járunk, filmfelvétel készül ismét Szolnokon. Még emlékezetesek előttünk a Farsangi Stefánia bál nagy sikerű filmszkecsének felvételei, és már is arról értesülünk, hogy újabb filmfelvétel fog történni a jövő hét folyamán Szolnokon. Mint halljuk, a film tárgya egy bájos meseországban játszódik le, s szereplői apró gyermekek lesznek. A kedves meglepetés előkészítésének élén ifjabb Nerfeld Ferenc és ifjabb Nagy Gyula állanak. Előbbi, mint amatőr operatőr, utóbbi, mint a szenáriumíró és rendező fog ismét a közönség elé lépni. A darab főszerepeit, mint kiszivárgott Bagosi Mária, Tóth Márta, Konrád Imre, Sevcsik Pisti, Kerekes Magdi, Sárközi Gyuri és még sok csöpség fogja kreálni. A kész filmet azután előkészítői egy Stefánia Tea keretében három hét múlva szándékoznak a kaszinóban a nagy közönségnek bemutatni. Filmfelvételi központ lesz a nyáron Szolnok. Ez már 1932. A nyáron a magyar filmgyártás domináló Osszó Minerva filmgyár főként alföldi tájfelvételeket akar felvenni, folyosító felvételeket, és erre a célra a legalkalmasabb központnak mutatkozik Szolnok. A filmeket Fejős Pál, a Hollywoodból most hazaérkezett nagynevű magyar filmrendező készíteni, s Pólya Tibor szerint ideális lenne a terep a filmfelvételek céljaira, mert nem csak a Tisza folyó gazdag szépségeit, hanem a tipikus alföldi rónaságot megtaláljuk. Itt egy kép van újan készült Tisza partról, illetve a hídról. 1933 egy újabb jeles állomás a szolnoki filmforgatás vagy nem forgatás történetében. Egyik helyi lap, Jászlatkun Szolnok megyei lapok híre. Az ellopott Szerda című film felvételei Törökszentmiklóson. Néhány nap óta esténként hatalmas autókárok állnak meg a Tisza szálló előtt. Filmszínészek, rendezők, operatőrök szállnak meg éjszakánként a Tiszában, akik az ellopott Szerda című magyar hangos film felvételeit készítik Törökszentmiklóson. A színészeket esténként autogramokért rohamozzák, különösen nagy sikere van Szőke Szakállnak és Rubinstein Erna hegedű művésznőnek, aki szintén szereplője lesz a filmnek. Ez a film elkészült, falusi lakodalom, illetve
van egy másik címe, ez az, ja, az ellopott szerda, amit az előbbi cikk címében szerepelt, illetve van két német címe is, mert ez két változatban készült, német változata is, tehát azok német címek. Rózsahegyi Kálmán is szerepelt benne, Hajdú Eta. A szolnoki filmtörténetben le is írják a történetét. Nem csak Török Szent Miklóson készültek felvételek, hanem Tisza Derzsen is. Ez a Losonci kastély akkori állapota. Ez pedig a mostani. Pontosabban ezt a felvételt tavaly ősszel készítettem, hát azóta már sajnos akár rosszabb állapotban is lehet. Maga várjon itt egy kicsit, igen? Mondja kérem, hol vagyunk mi most tulajdonképpen? Mindjárt meglátja. Ez pedig a Török Szent Miklósi Kálvária kápolna. Itt két esküvőt forgattak, és hát ennek külön érdekessége, hogy részben szolnoki szereplők, részben Török Szent Miklósi szereplők alkotják a statisztériát, illetve az egyik esküvőn festőművész, akit itt már említettem, illetve a menyasszonyt pedig Pólya Gógó. Nem, tehát Pólya Gógó a menyasszony, és mindegy, majd fogom mondani, ha még előkerül még a neve. Festőművész játsza az egyik esküvőt, tehát egyik egy úri esküvő, a másik pedig egy paraszt esküvő. És mind a kettőt itt ezen a Kálvária templom lépcsőn forgatták. Ez pedig ez egy saját felvételem. Hát itt látszik, ez nem egy zsinóra, hanem a repedés, ami mutatja, hogy milyen állapotban van. Erre gyűjtenek most... Nem volt könnyű. De a fontos az, hogy sikerült, és most maguk nyugodtan elérhetnek vele. Közvetítésünket Udvardiból megkezdjük. Úgy tervezték, hogy egy jelenetét Szolnokon forgatják. A felvételek, tehát mielőtt a forgatócsoport ide érkezett, hír jelent meg az újságban, hogy a művésztelep augusztus 21-i nagy kerti ünnepélye immár vitathatatlanul a legnagyobb országos érdeklődés középpontjába került, és jelentőségét még a világviszonylatban is nagy esemény, a Jambori sem homályosítja el. A filmmel együtt a mozi bemutat. Ebben a kis filmben felvonulnak a telep művészei, látjuk őket munka és szórakozás közben. Ez a kis film rövidesen Amerikába is kikerül, mint hathatós propaganda eszköze annak az akciónak, mely az amerikai művészeknek szolnoki tanulmányútját lesz hivatva egyengetni. Hát ez is milyen jó lenne, ha előkerülne. Arról viszont nincs hír, hogy az amerikai művészek végül is eljutottak volna Szolnokra. Szolnok, mint fürdőváros mozivászon.
A társadalmi híradó, amint értesültünk, Szolnokról filmfelvételeket készít, amelyik nem csak a most lezajló ünnepségeket, hanem Szolnokot, mint nyaralóvárost is ismertetni fogja. A felvételek már a napokban kezdődnek, és két héten belül mozivászonra kerülnek az ország minden részében. A rendezést Udvari Dezső festőművész kész. Nemrégen hírt adtak a lapok arról, hogy hamarosan új magyar film kerül forgatásra a Hunniában. Filmet készítenek Farkas Imre nagy sikerű daljátékából, a Debrecenbe kéne menni című kedves romantikus operettből. A film forgatókönyvét Siklósi Iván, a kitűnő írós, a külföldi filmek legszellemesebb magyar feliratú írója készíti, aki Szolnokot választott a munkahelyéül, és szerdán már meg is érkezett a Tisza szállóba. Egyébként úgy tudom, hogy ez a film legalábbis ilyen címen nem készült el. Hogy mégis, itt az ő nyilatkozatából idézek, hogy mégis Szolnokra jöttem, annak két oka van. Először is, mert egyszer jártam már ebben a gyönyörű tiszaparti városban, ahol csend és kényelem mellett szórakozást is találhat az ember, másodszor pedig Kabalából választottam Szolnokot. Vadnai László itt írta a Hotel Kikeret című filmet, melynek óriási sikere volt, Lestján Sándor is írt már itt sikeres filmet, Szolnok tehát jó Kabalának bizonyult. A filmgyár a maga nemében a legkiválóbbak közé tartozik, elegendő, ha megjegyezzük, hogy ez a filmgyár készítette az országos elismerést kiváltott Tóparti látomás, továbbá az Elnémult harangok című gyönyörű filmeket, és így a legnagyobb megnyugvással nézünk a tavaszi láng felvételei elé is. Néhány szolnoki felvételt is csinálnak, így a Tisza szálló, a vár és néhány gyönyörű tiszaparti részlet is filmre kerül. A szereplőkkel most folynak a tárgyalások. Már most elárulhatjuk, hogy a főszerepeket közismert első rendű filmszínészek alakítják. A felvételek a legrövidebb idő alatt megkezdődnek úgy, hogy az őszi szezon egyik legnagyobb filmújdonsága lesz a tavaszi láng. A magunk részéről legnagyobb örömmel vesszük, hogy lapunk munkatársa regényéből készül, stb. Stb. 1941. május 10-i hír, de hát itt sem úgy történtek az események, ahogy tervezték. A film elkészült. A címe már Benedekház. Nagyon szépen köszönjük az előadást, ugyanis úgy gondolom, hogy ilyen kollekciója, egy gyűjteményét a Szolnokról készült filmeknek még nem hallhatta a közönség, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük. Mindig nehéz helyzetben vagyunk, amikor szeretnénk megköszönni az előadásokat, meg a közönműködést, mert hogy szinte valamennyi kiadványunkból van már neki, de most tudom, hogy kért egy olyan dolgot, amit azonnal nem tudtuk teljesíteni, de rajta vagyunk az ügyön, viszont azt házigazdaként semmiképpen sem szerettem volna, hogy üres kézzel távozzon tőlünk ezután a nagyszerű előadás után, úgyhogy sok szeretettel szeretném átadni neki a levéltár legutóbbi kiadványát, ez a Carta Antiquia kéziratos térképeinknek az anyagát, és nagyon büszkék vagyunk erre, mert úgy tűnik, hogy ez az egyik út, ami felé elmozdulhat az intézmény, hogy ilyen típusú anyagokat távoli hozzáférést kutathatóságon biztosító módon jelenítsen meg, és tudom, hogy te haszonnal forgatod, és tudom, hogy a mindennapi munkád során is használod, de a kérésnek meg majd megpróbálod megérteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük az előadást.